Seidler Géza már kamaszkorában összekötötte az életét az atlétikával, amikor a Bolyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulója lett. Saját bevallása szerint mindez Onódi Szabolcsnak, az intézmény akkori igazgatójának köszönhető. A sport szeretete a szakmája is lett, és visszatért az alma máterbe, ahol generációknak adott életre kötődést a sporthoz. Sok évtizedes szakmai munkájának köszönhetően a Magyar Atlétikai Szövetség felkérte a sportág szakmai igazgatói tisztének betöltésére. Amikor a felkérést megkaptam, akkor a kritériumrendszert is meg kellett határozni. Nekem az első mondatom az volt, hogy én Bonyháttól nem szeretnék elszakadni. Azt gondoltam, hogy nagyon sok minden ma már úgyis elvégezhető munka, amihez nem kell feltétlenül egy iroda bármelyik városba, hiszen ráadásul az elmúlt két év megtanított minket otthonról is dolgozni egyrészről. Másrészről nekem a közeg, tehát egy kisváros közege, az egy nagyon fontos mentális feltöltődési hely. Tehát én úgy gondolom, hogy sokkal nyugodtabban, koncentráltabban tudja az ember bizonyos kreatív, alkotó folyamatokat végrehajtani ilyen helyen. Bonyhád életében olyan fejlesztések zajlottak az elmúlt években, elég a sportcsarnokra vagy a sporttelep átépítésére gondolni, melyek új utakat nyithatnak a sportidegenforgalomban. Ebben az atlétikának kiemelt szerep juthat. Amit én látok, és ezt mindenhol el is mondom, és mindenféle részrehajlás nélkül, hogy egyrészt ez a város egy nagyon élhető város, egy nagyon jó területe most akár a itteni felkészülésnek, tehát a mi gyerekeink felkészülésének, de ugyanúgy segítheti mások felkészülését, leginkább edzőtáborok formájába. Tehát én nagyon alkalmasnak látom az új pálya, sportpálya átadása, az szerintem nagyon nagy előrelépés, a gimnázium infrastruktúrája egyedi, és úgy gondolom, hogy mind a vendéglátásban, mind egyéb kiszolgáló területben, akár a strandban, akár egyéb létesítményekben gondolok, Bonyhád most egy tökéletes hely az edzőtáboroknak, és ilyen szempontból megpróbálom ösztönözni azok, akik edzőtáborozni szeretnének, hogy jöjjenek ide, próbálják ki, és hogyha tetszik nekik, akkor szívesen látjuk őket vissza. A szakember véleménye szerint a magyar atlétikai utánpótlás világszínvonalú, ezt a versenyeredmények is visszaigazolják. A felnőttek azért vannak nehéz helyzetben, mert a világ atlétikája olyan szinten erősödött, amiben nagyon nehéz meghatározó szerephez jutni. A szövetség pedig a magyarországi világbajnokság megrendezésére készül. Tulajdonképpen a mi feladatunk most, és ez lesz a magyar atlétikának a nagy kihívása, hogy egy olyan programot sikerült megalkotni az elmúlt két évben, ami a 2023-as VB-re épül ugyan, de nem arról a 9-11 napról szól, az csak egy része ennek az egész programnak, hanem pont azt a küldetést szeretné betölteni, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a magyar atlétikát olyan szinten, hogy a VB után ne csak azt mondhassuk el, hogy a világ egyik legnézettebb és legjobban megszervezett eseményének voltunk a házigazdája, hanem ebből hoztunk annyit tovább, hogy igenis a magyar atlétika tett egy nagy lépést a nemzetközi sikeresség irányába, tehát mind a kiválasztás, mind a felkészítés formába hozás területén tudtunk egy nagyot lépni. Ez a folyamat gyakorlatilag már elkezdődött, tehát ezen már dolgozunk, de igazából ennek az eredménye majd a VB után lesz érdekes, és akkor lehet megnézni, hogy meddig jutottunk el ebben. A magyar atlétika jövőbeni sikereinek záloga azok az iskolák, mint például a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, melynek képzése példaértékű. Seidler Géza munkájának jelentősége abban is van, hogy az infrastruktúra fejlesztésével, az iskolák atlétika barát szellemiségének kialakításával kitermelje a sportág jövőbeni bajnokait.